Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, és ezen módon most boldog új évet is kívánok minden kedves nézőnknek itt a 24 pluszban. Köszönöm, hogy idén is velünk tartanak. Románia 15 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és hogyha egy kicsit kitekintünk, és nem csak a hazai belföldi szemüvegünkön keresztül nézzük a világot, illetve az Európai Uniót, akkor talán egy kis frusztráció is adódik abban, hiszen akarva akaratlanul mindig összemérjük magunkat más tagállamokkal, az unió többi tagországával, és azt láthattuk az elmúlt években, hogy sereghajtóak vagyunk számtalan területen, így például a legutóbbi negatív tapasztalat az az, hogy az oltakozás területén is Románia nagyon jól indított, de aztán mára már az utolsók között szerepelünk az uniós rangsorban, de sereghajtók vagyunk például az egészségügyre, vagy az oktatásra szánt keretösszegek terén is, illetve a mindennapi problémák terén is számtalan adat mutatja azt, hogy van még amit dolgozni. Viszont ne csak a negatívumokról beszéljünk, hanem arról is, hogy igen, az unió számtalan lehetőséget és egy pozitív, célirányos utat határozott meg és szab meg Romániának, ami talán nem árt, hogyha körbenézünk szomszédos országainkat tekintve. Szóval ma itt a 24 pluszban annak járunk utána, hogy mit hozott az elmúlt 15 évben Románia számára az Európai Unió, és melyek azok a területek, amelyeken még igenis van mind dolgozni a következő 15-25 évben. Tartsanak tehát velünk. Most egy rövid bevezetőben mutatom ma esti témán kiinduló pontját. 2007. január 1-én lett Románia az Európai Unió tagja, az azóta eltelt 15 évben megháromszorozódott az ország bruttó hazai terméke, hívta fel a figyelmet az uniós csatlakozás 15. évfordulóján megfogalmazott üzenetében Nikolaj Csuka. A miniszterelnök szerint a csatlakozás helyes lépés volt, amit az is bizonyít, hogy a 15 év alatt nőtt az életszínvonal, és továbbra is jelentős az EU támogatottsága Romániában. A kormányfő emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt másfél évtizedben az életszínvonal növekedését és a gazdasági felzárkózást lehetővé tevő eurómilliárdok érkeztek, és a továbbiakban is érkezni fognak az országba. A következő években pedig több mint 90 milliárd eurót hívhat le Románia az uniós alapokból és az EU helyreállítási alapjából. Közleményében a miniszterelnök az uniós csatlakozás legnagyobb nyerességének a személyek, a javak és a szolgáltatások szabad mozgását nevezte. Nikolaj Csuka ugyanakkor úgy véli, hogy az európai integrációjának kiteljesedéséhez Romániának teljesíteni kell az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusban szereplő vállalásait, csatlakoznia kell a schengeni térséghez és az eurózónához, jól fizető munkahelyeket kell létrehoznia, illetve a zöld energián és a digitalizálásán alapuló gazdaságot kell megteremtenie. Hogy hol tartunk és hova tovább, erről lesz szó tehát ma este itt a 24 pluszban. Vendégeim az interneten keresztül csatlakoztak ma esti beszélgetésünkhöz. Itt van velünk Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét! Illetve itt van velünk Muradin János, egyetemi docens, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszékének az oktatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Uraim, kezdjük talán abból a kijelentésből, amit itt hallhattunk Románia államfőjétől és kormányfőjétől is, hogy az Európai Unió az elmúlt 15 évben igenis növelte a romániai lakosok Romániában az életszínvonalt. Hogyan értelmezzük ezt gyakorlatilag? Mit érzünk a mindennapokban, hogyha nem ismerjük az elmúlt 15 év, vagy a 15 évvel ezelőtti Románia állapotát, ugye fiatalokként gondolkodva? Kezdjük talán Winkler képviselő úrral. Köszönöm szépen, akkor ha szabad a műsoridőből pár másodpercet azzal elhasználni, hogy hát annyira az elején vagyunk az évnek, hogy szeretnék boldog új évet, jó egészséget és sok szerencsét kívánni az Erdély TV, illetve a 24 plusz nézőinek és a stábnak, a kollégáknak egyrészt, másrészt pedig visszautalnék, mielőtt még a kérdésre válaszolja, visszautalnék egy picikét a bevezetőre, legalábbis abból a szempontból, hogy persze, hogy mindig, és ez nem csak Erdélyben, vagy Romániában, vagy így, ez mindenütt így van, hogy másokhoz hasonlítjuk mindig magunkat. Lám, hogy élnek a németek, milyen az életszínvonal Ausztriában, mi történik Belgiumban, vagy Franciaországban. De esetleg jó lenne néha
saját magunkhoz hasonlítani saját magunkat. Tehát térjünk vissza picikét, milyen is volt Erdély ezelőtt 10 esztendővel, milyen volt ezelőtt 15 évvel, akkor, amikor csatlakoztunk, és akkor valóban rájövünk arra, hogy nagyon sokat változott az életünk. Persze, hogy nem oldottak meg a gondok, persze, hogy nem teljesültek az elvárások, persze, hogy a negatív lista, az elégedetlenség lista, az nagyon hosszú, hogyha azzal akarjuk kezdeni, akkor felsoroljuk az el nem ért eredményeket. Viszont, hogyha visszanézünk és beletekintünk csak a vidék életébe, és tudjuk azt, vagy visszaemlékezünk arra, hogy a közös agrárpolitika a legkisebb községbe, a legkisebb faluba is százezreket, euró százezreket, nem lei százezreket hozott. Hogyha megnézzük az iskoláinknak az ajánlatát, az épületeket, a kulturális intézményeket, az állami intézményeket, a munkahelyeinket sok helyen, akkor rájövünk arra, hogy a közszférába és a szolgáltatási szférába is jelentős modernizáció történt. Persze nem vagyunk ott, ahol szeretnénk, de hasonlítsuk oda össze saját magunkat úgy azzal, ahogy ezelőtt 10 évvel voltunk, illetve hogyha belegondolunk picit a gazdaságba, és látjuk azt, hogy persze az összes bürokratikus akadály ellenére, de mégis nagyon sok pénz érkezett az erdélyi gazdaságba, mégis nagyot változott a cégvilág, a reálgazdaság az elmúlt 15 esztendőben, és annak ellenére, hogy nehéz pályázni, mégis nagyon sokan nagyon jelentős összegeket tudtak megszerezni az Európai Uniótól, akkor talán azt mondanám, hogy a mérleg ilyen szempontból is pozitív. Mert hogyha elkezdem mondani a számokat, itt vannak a papírok előttem, ugye 66,2 milliárd eurót kaptunk, és 22 milliárd eurót fizettünk be. Ez 40 milliárd eurós pozitív mérleg 15 év alatt többlet. Ez pontosan mit jelent? Mert persze, hogy talán nehéz ez a 40 milliárd euró, ez sok vagy kevés. Hát a 40 milliárd euró az nagyjából 2 évnek a költségvetési bevételi oldala. Tehát akkor mondjuk azt, hogy 15 év alatt 2 évet nyertünk az állami költségvetés szempontjából, 2 évet vagy 2 évnyi bevétellel tudtuk javítani a saját életszínvonalunkat, a versenyképességünket és az életkörülményeinket. Engedjen meg egy kérdést Muradin úr irányába és Winkler képviselő úr. Itt ugye a pozitívumokról szoktunk beszélni, de hát az euroszkeptikusok is meg szoktak szólalni, és azt mondják, hogy ez a fajta fejlődési folyamat, amit itt a képviselő úr is felvázolt, ez az Európai Unió keretrendszerén kívül is megtörtént volna, hiszen az emberiség és a világ az ilyen folyamatosan fejlődik, automatikusan tartunk egy irányba. Ön hogy látja, hogyha nem lett volna Románia tagja az elmúlt 15 évben az Európai Uniónak, akkor fejlődtünk-e volna ennyit, illetve ebbe az irányba tartanánk-e? Mindenekelőtt engedjék meg, hogy én is áldott boldog új évet, és lehetőleg Covid-ban sekély új évet kívánjak a kedves hallgatóságnak, és természetesen az RTL TV összes kedves kollégájának. A kérdésre válaszolva én abból indulnék ki először, és amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy ez az ország megkésett a rendszerváltozásban. Tehát a szomszédos országokhoz képest, főleg a V4-ekhez képest, nálunk később zajlott le a rendszerváltozás, és nem volt olyan átütő erejű mondjuk, mint Csehországban, vagy mint Lengyelország, Magyarország. Na most ennek az eredménye az, hogy amikor az EU-s integráció előtérbe került a 2000-es évek hajnalán, akkor nagyon nagy elvárásokkal volt az ország lakossága, hogy na most aztán minden tejmel, mézzel folyó kánaán lesz, és hogy az eddigi lagymata 90-es évek, amikor nem lehetett tudni, hogy mi lesz és hogy lesz, csak állandó privatizáció és állandó kínlódások, gazdasági válság, stb. De minket majd az EU egyből kirángat a bajba. Na hát ez természetesen nem így volt, mert az Európai Unió nem erről szól. Tehát ez egy olyan rendszer, amiben, hogyha becsatlakozik egy ország, akkor fel is kell vállalni a bizonyos feladatokat és kötelezettségeket. Nem csak jogai vannak, hanem kötelezettsége is. Na most ezt azonban a nagy közönség nem így fogta fel. És sajnos az euroszkeptikusoknak a malmára hajtja a vizet, hogy rögtön az EU-s csatlakozásunk után 2008 közepén berobban ugye a gazdasági válság, az akkori az Egyesült Államokból érkező ingatlanfejlesztési szektorból érkező gazdasági válság, ami aztán ugye a román GDP-t is erősen megnyírbálja, és az államháztartási hiányt borzalmasan megnöveli. Az embereknek tehát az életszínvonala egyből nem változott 2007, 2008, 2009, 2010-ben pozitív irányba úgy, ahogy azt az emberek elvárták.
és aztán még a koronavírus, meg minden egyéb, tehát ugye válságok sorozatát éljük meg, migrációs válság, és a többi, és mindez oda vezetett, hogy az emberek számára, amióta ugye EU-s integráció van, folyamatosan tovább megy az a régi történet, hogy mégis válságból válságba megyünk, mégsem megyünk jobban, mégis nem jött meg a Kánaán, és emiatt is van az, hogy ugye az emberek negatívan állnak hozzá, vagy nem mondom ezt így, mert nem negatívan, de negatívabban állnak hozzá, mint korábban, gyanakvóan, hogy vajon mi lehet, vagy miért van ez, vagy biztos, hogy ellenségeink vannak Brüsszel meg ilyes, pedig nem erről van szó, ilyen a kontextus. Na most a kérdésre válaszolva még egy annyitban, hogy amennyiben ad abszurdum történész vagyok, nem volna szabad feltenni a kérdést, de felteszem én is magamnak, mi lett volna, ha nem kapcsolódunk be az Európai Unióba, akkor sokkal nagyobb problémáink lennének, mint ami most van, hiszen kívül állnánk két szekér között, a félúton két szék közt a pad alatt a posztszovjet oroszok által dominált térsége, illetőleg az Európai Unió és a NATO tagállamai között. És valahol ott lennénk, ahol Moldova köztársaság van, vagy valahol ott lennénk, ahol mondjuk Ukrajnának a nyugati területei vannak. Tehát olyan helyzetben lennénk, olyan létbizonytalanságban, ami nem csak gazdaságilag, társadalmilag, de biztonságpolitikailag is megkérdőjelezni a mi jövőnket. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni az EU integrációnak. Tudja, hogy az emberek biztonságérzete hogyan alakult az elmúlt 15 évben, ezt is a felmérésekből jól le lehet követni, de még engedjenek meg egy kérdést, Winkler képviselő úrhoz fordulok, hogy ugye megnevezték nagyon sokan, sok szinten már azt, hogy az Európai Unió egyik legfőbb pozitívuma, hogy a személyek, a javak, illetve a szolgáltatások szabad mozgását hozta meg, és akkor itt beszélnünk kell a Schengeni térségről is, amelyhez Románia 15 év alatt nem sikerült csatlakoznia, de arról is, hogy miért nem, illetve van-e ma még ennek a fajta szabad mozgásnak, nem csak gazdasági, hanem társadalmi szinten is létjogosultsága, hiszen az elmúlt két éves tapasztalatunk azt mutatta a járvány megjelenése óta, hogy egy szabad mozgással rendelkező unióban élünk, viszont a határok visszaálltak, és még sincs olyan szinten szabad mozgásunk. Az igazság az, hogy nem álltak vissza teljesen a határok. Persze, hogy korlátozások vannak, és persze, hogyha visszagondolunk a koronavírus járvány legelső heteire, akkor rájövünk arra, hogy mennyire tanácstalan volt nem maga az Európai Unió csak, vagy a tagállamok, a nagy fővárosok, Berlin, Párizs, senki nem volt ügyesebb vagy okosabb, mint más valaki, sem tájékozottabb, hanem a világon mindenki teljesen tanácstalan volt azzal szemben, amit nem ismert a világ 100 éven keresztül, és amit persze, hogy a 100 évvel ezelőtti teljesen más világban, a spanyol nátha 1918-as világában az akkori tapasztalatok ma nem voltak nagy segítségre. Ezért tanácstalanok voltunk, utána jött a felocsúdás, utána jött a szolidaritás, mert mégis azt mondom, hogy a kezdeti habozás után a szervezettség is fellépett, az egészségügyi intervenció, a szolidaritás, a tagállamok egymás által való megsegítése, ezek mind-mind megtörténtek. Most pedig, hogyha továbbra is akár a válság a járvány kapcsán, akár a migrációs válság kapcsán, mert azért láthatjuk, hogy mi történik Ukrajna határaidál, Lengyelország nyilván egy uniós tagállam, tehát az a mi külső határunk, hogyha szabad így fogalmazni, akkor azt látjuk, hogy a habozások ellenére működik a Schengeni övezet. A nehézségek ellenére senki nem beszél arról, hogy vízumrendszert újra kellene bevezetni, vagy hogy tartós módon fel kell függeszteni a szabad mozgást. Ez tulajdonképpen lehetetlen is lenne, hiszen erre épül az Európai Unió a négy mozgásszabadságra, amely a belső piacot lehetővé teszi és működteti úgy gazdasági, mint társadalmi szempontból. Most persze, hogy frusztráltak vagyunk akkor, hogyha a Schengen hovatartozásról, vagy a schengeni belépőről beszélünk. Ez egy hosszú történet, én most nem szeretném ezt újra nyitni, hogy Bulgária, Románia miért együtt, miért nem külön-külön, melyik ügyesebb a másiknál, és hogy most akkor ennek van-e gazdasági háttere, vagy diplomáciai háttere. Egy dolgot szeretnék nagyon nyilvánvalóan elmondani, hogy itt az Európai Parlament elvégezte a dolgát, az Európai Bizottság elvégezte a dolgát, a kormányok, az egymás után jövő kormányok
általában elvégezték azt, amit elvégezhettek, amire mandátum volt. Itt a külügy, a diplomácia az, amely meg kell oldja ezt a problémát. És a külügy nyilván, hogy akkor tudja megoldani, hogyha valamelyik miniszterelnöktől, valamelyik politikai hatalomtól, az államelnöktől olyan mandátumot kap, amelyet nyilvánosan és világosan és szépen, hatékonyan végre lehet hajtani. Amúgy engedjék meg, most nem szeretném, hogy valaki megbotránkozzon, de azért elmondanám, hogy nem is biztos, hogyha rajtam múlna, én ma a migrációs nyomás közepette feltétlenül nagyon sietnék a Schengen csatlakozással, és azt is meg tudom előlegezni, hogy akkor, amikor beindul ez a folyamat, akkor ez egy lépcsőzetes folyamat lesz. Indulunk a légi kapcsolódással, utána fognak következni a többiek. Persze, hogy nekünk rosszul is esik, morálisan, szociális szempontból, ugyanakkor hátrányban is vagyunk, többek között gazdasági, kereskedelmi szempontból, tehát fontos lépés a schengeni csatlakozás, mind ahogy teljesen más szempontból, de fontos lépés lesz majd, amikor ennek meg lesz a lehetősége az euró bevezetése, és mindaz, ami tulajdonképpen a mi, Románia, vele együtt Erdély, Székelyföld, Európai Uniós integrációjának a befejezését, vagy az elmélyítését jelenti. Ugye, hogy itt Muradin úr az előzőekben említette, hogy Románia csatlakozva az Európai Unióhoz vállalásokkal is szembe kellett nézzen, és a következő időszakban is vállalásokkal is szembe kell nézni. No, de az átlag hétköznapi életünk során, és abból szemlézve, ami ugye az Európai Unió működéséből lecsapódik a mindennapi emberek számára, akár az elmúlt két évben azt láthattuk, hogy igen, az a fajta egységes megnyilvánulás az Európai Unió szintjéről, hogy akár az oltást és ezt a vírushelyzetet hogyan kezeli az Unió, az könnyítette volna-e vagy nem például a román társadalom hozzáállását ehhez a helyzethez, vagy akár az oltakozási kedvhez? Hogyan látja ön ezt? Az Európai Unió egy többszintű döntéshozatali folyamatot működtet. Tehát fontos tudnunk azt, hogy ugye itt azért 27 tagállam érdekei, 500 millió, vagy majdnem 500 millió, több mint 400 millió állampolgár érdekei, és a közösségi érdekek, valamint a civil szféra érdekei is találkozniuk kell. Tehát egy olyan döntés kell szülessen mindig az Európai Unióban, ami konszenzusos, vagy legalábbis ahhoz közelít, de lehetőleg eléri a konszenzust. Na most ezt nagyon sok esetben kompromisszumokkal kénytelenek áthidalni. Emiatt az uniós döntéshozatal lassú. És ahogy egyre több tagállam van, ez a döntéshozatal óhatatlanul lassúbb és lassúbb. De nem azért lassúbb, mert nem működnek az EU-s intézmények, hanem azért lassúbb, mert egyre több partnerrel kell egyeztetni. Na most ebből viszont keveset lát az egyszerű átlagpolgár, aki ugye azt érzékeli, hogy az Európai Unió nem reagál elég gyorsan a kihívásokra. Sajnos ez valóban így van, hogyha azt nézzük, hogy a 21. század egyik jellemző vonása a felgyorsuló válságok sora. Tehát az, hogy egyre gyorsabban és azonnali reakciókra van szükség. Na most az Európai Uniónak viszont az a rendszere alakult ki, ami eredetileg még csak 6 alapító tagállamra volt kalibrálva. Na most képzeljük el, amikor ebből 27 van. Ugye? Tehát, és az Európai Unió azóta egy csomó más lehetőséget is kapott, olyan jogköri felruházásokat, amit az 50-es években még szó sem volt róluk, tehát például a környezetvédelem kérdésébe beleszólhat, alapvetően közlekedési hálózatokba, ugye infrastruktúrális fejlesztésekbe, stb. Na tehát itt innen látszik, ugye, hogy egyre több olyan szakterület van, ami igényli a döntéshozatat. Na most ez is hozzárul ahhoz, hogy lelassult az EU-s döntés. Az embereknek azonban meg kell érteniük azt, hogy ez egy közös játék, tehát ez egy türelemjáték. Na most egy jó döntéshez mindig idő kell. Nem lehet hozni a döntéseket. Egy olyan Európai Unió viszont, amely nem tud elég gyorsan reagálni olyan válságokra, amelyek bőrünkön belül érezhetőek, mint például a koronavírus járvány, gyakran olyan helyzetet hozhat, hogy hitelét veszti az Unió. És ezért is
aggódunk többen is emiatt, én magam is nemzetközi kapcsolatokat tanítok, hogy azt látjuk, hogy az emberek valahogy az Európai Unióra vetítik vissza, és a vírushelyzet problémáját azt mondják, hogy az Unió tehet róla, hogy ilyen helyzetben. Ez nem igaz. Mi magunk is megtehetjük a magunk dolgát. Tehát nagyon fontos a hozzáállás az oltásokhoz, hozzáállás a vírus kérdéshez, a megfelelő módon ugye az olyan hozzáállás, ami nem csak saját magunkat, hanem a környezetünk védelmét is előtérbe helyezi. Az Európai Unió csak segíteni tud ebben, de helyettünk nem dönthet. Alapvetően nem dönthet. Viszont javítania kéne a döntéshozatalon. Azt tudjuk, hogy az elmúlt 15 évben 6 uniós szerződés próbált, és nem csak szerződés, hanem ugye sajnos elvetélt szerződés is, mint az alkotmány szerződés, próbált javítani az EU-s döntéshozatalon, kisebb-nagyobb eredményekkel. Lassú folyamat ez, de reménykedjünk benne, hogy egy talán későbbi szerződés tovább enyhíti ugye a nehézségekkel küzdő döntéshozási folyamatot, egyszerűbbé teszi, és lehetővé teszi azt, hogy gyorsabban reagáljanak a válságokra. Ugyanis ez egyre inkább tarthatatlan ez a helyzet, amit nyilván maga Brüsszel is jól tud. Képviselő úr, hogy látja, hogy merre tart az Európai Unió, hiszen ugye elindult egy vita konferencia sorozat az Európai Unió jövőjének a meghatározásáról is. Merre tart az Unió, és mihez kell felzárkozzon ezáltal Románia is a következő években? Na most én értem én, hogy az év elején vagyunk, de hogyha erre a kérdésre én meg tudnám adni a választ, akkor azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos ember lennék hirtelen hónap reggeltől kezdve itt Brüsszelben. A helyzet az, hogy nyilván, hogy az egymással ellentétes, egymással harcra kellő, egymással tusakodó véleményeknek, álláspontoknak az eredménye lesz az Európai Unió további útja. Hiszen az is nyilvánvaló, hogyha körülnézünk az Európai Unióban, akkor láthatjuk azt, hogy ami, nem tudom most milyen példát adjak, de minden esetre, ami nagyon sok Bulgáriának, az lehet, hogy nagyon kevés Dániának. Ami nagyon-nagyon nehéz Romániának, az lehet, hogy nagyon-nagyon könnyű Svédországnak. És folytatni lehet a példákat. És ezeket a példákat akár gazdaságból, akár a közös fellépésből, akár szolidaritásból, akár a migrációval, az energiaválsággal, a közös határvédelemmel, vagy egyéb kulcskérdésekkel való véleményből ugyanez jön ki, hogy nagyon-nagyon távol állnak egymástól a felek, nagyon-nagyon szélsőségesek olykor a vélemények. Az ütközésnek az egyik területe az Európai Parlament, de ez nem elegendő, hiszen az Európai Parlament egyedül nem tud döntéseket hozni. Az előbb szó volt itt, Muradin professzor úr elmondta, hogy együttes döntés létezik, egy nagyon bonyolult folyamat. Én amikor látogatókat fogadok otthonról Erdélyből, akkor azt szoktam mondani, hogy értsétek meg, az Európai Unió az egy menüett, az nem csárdás. Én tudom, hogy otthon mi a csárdást szeretnénk, és otthon azokat a minisztereket vagy polgármestereket szeretjük, akik olyan bejelentéseket tesznek, hogy hónap reggel 9 órakor növekedik, megkapjuk, átutaljuk, fölépítettük, felavattuk, stb. Viszont az Unió nem erről szól, de ettől viszont is arra értékes. Van esély, képviselő úr, hogy ne kelljen mondjuk fél évet várni egy olyan szintű döntésre, hogy a tagállamok egyöntetően elfogadják, hogy igenis például a zöld igazolvány, a zöld kártya, ami ma már szinte mindenhol működik, és nagyon sokat kellett arra várni, hogy ezt egységesen uniós szinten elfogadják, 6 hónap ment el várakozással az életünkbe. Lehet ön szerint van arra kellő nyitottság és akarat, hogy egyfajta gyorsabb megoldási javaslatok elfogadásának legyünk tanúi? Viszont a zöld igazolvány, azért nem, mert a zöld igazolványnak a használatáról nem az Európai Unió, nem az Európai Parlament dönt, hanem a tagállamok döntenek, mert az egészségügy az nem közös kompetencia, az nem brüsszeli kompetencia, hanem azt a tagállamoknak a fennség a hatáskörében van. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló, hogyha megszületik egy döntés Ausztriában, vagy Németországban, vagy Franciaországban, az valamilyen módon példaértékű lehet mások számára, viszont nem kötelező. És nagyon fontos... Igen, tessék! Elnézést, csak nagyon rövid a műsoridőnk, nagyon kevés időnk van már, és még egy fontos kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. Számtalan
területen azt látjuk az Európai Unióba való csatlakozásunk óta, hogy az uniós források felhasználása egy nagyon kemény falat Románia számára. Rengeteg pénzről van szó, de azt mondjuk 15 éve, hogy tanuljuk ezt a folyamatot, nehéz felhasználni, de elsősorban a mi hibánk, azaz Románia hibájából nehéz ezt jól felhasználni. No, rengeteg pénzről van szó a következő egy évben is uniós források tekintetében, amit fel kell tudni használni Romániának. Hogyan sikerülhet ez? Számtalanszor beszéltünk már erről. Kérem önöket, hogy röviden, és kezdjük akkor most Muradin oktató úrral, jó? Köszönöm szépen a szót. Én nagyon hazafele fogok beszélni most. Lévén, hogy egyetemi oktató is vagyok, és tanszékvezető, akkor a saját érdekem szerint nézem a dolgot, de természetesen nyilván az ország érdeke a legelső, meg a közösségi érdek. A legfontosabb, hogy minél több szakemberünk legyen. Olyan szakemberünk legyen, aki képes olyan pályázatokat írni, és olyan pénz, brüsszeli pénz pályázatokra benyújtani dokumentációkat, amelyek hatékonyak és amelyek sikeresek lehetnek. Na most ezt nyilván csak tanulással, csak szakirányú fejlődéssel és a fiatalok odaadásával lehetséges. Amennyiben az Európai Unió fontosságát felismeri a fiatalság, és visszakapcsol a régebbi, az Európai Unió iránt nyitottabb politikájához és hozzáállásához, illetőleg ezeken a szakképzéseken részt vesz, akkor lehetőség van. Van erre lehetőség. Képviselő úr, egy percünk van, mi kell ahhoz, hogy jobban felhasználjuk ezeket az összegeket? Egy perc alatt meg se kezdhetem a magyarázatot, tehát nem érdemes elindítani, hanem egy dolgot szeretnék elmondani akkor, amely esetleg a következtetése lenne az én felvezetésemnek, amelyet nem tudok most megtartani, és pedig tudomásul kell venni a következő helyzetet, megduplázódnak a források, kezdve 2022-vel. Tehát 2022-től a következő 7-8 esztendően kétszer annyi forrásunk van, mint amennyivel az elmúlt 5-6 évben meg voltunk szokva. Tehát egész egyszerűen azt kell elérni a bürokrácia csökkentésével, a kompetenciák emelésével, a szorgalom emelésével, a teljesítmény, a versenyképesség emelésével, azt kell elérni már az idéntől, hogy megduplázzuk az Európai Uniós alapok lehívásának és felhasználásának a teljesítményét. Dupla forrás, dupla teljesítmény. Dupla teljesítmény. Ez a siker receptje 2022. Így legyen, legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy itt voltak, és várom még önöket a műsorunkba. Viszontlátásra. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak ma este is. Holnap is várjuk önöket itt az Erdély Magyar Televízió stúdiójába, 24 pluszba este 8 órától. Viszontlátásra, további szép estét!